barátság. Búcsú! Már hét ágra sütött a nap, de a táborlakóknak nem akarodzott felébredni. Ez volt az utolsó éjszaka, amit a táborban töltöttek. Talán mindannyian tovább akarták álmodni a nyári tábort, de Edamami kérlelhetetlenül fölkeltette őket. Ébresztő, hétalvók, segítségre van szükségem a reggeli terítéshez. A reggeli hallatán mindenki felpattant. Hú, de éhes vagyok, mi a reggeli? Nyújtózkodott Mókus Marci. Ha jössz, hamarabb megtudod. Ravaszkodott Edamami, és Róka Miki már ugrott is, pattant, és elrobogott a konyhába. Asztal köré ültek, de inkább csak csipegettek, és szomorúan meredtek maguk elé. Mi nyomja a lelketeket? kérdezte Edamami. Ez az utolsó nap, kár, hogy vége a tábornak. Sóhajtott Mókus Marci. Ha búslakodtok, könnyebb szívvel mentek haza, kérdezte Edamami. Dehogy! Legyintett Macska Vanda. Az enyém olyan nehéz, hogy alig bírom el, mondta, és bohóckodva az asztal alá csúszott. Tegyük szebbé ezt a napot, javasolta Eda, Mami. Holnap után kezdődik az iskola, de hogy jobb legyen a kedvünk, gyűjtsük össze a legszebb emlékeinket, jó? Emlékezni az öregek szoktak. Dörmögte, mókus Marci. Próbáljuk meg. Erősködött Eda, Edamami. Meséljétek el, mi volt számotokra a legjobb a táborban? Nekem a kalandpark tetszett, meg az, hogy kipróbálhattam a kötélpályát. Amikor odafön csúsztam a kötélen, bátornak és szabadnak éreztem magam. Emlékezett vissza Mókus Marci Edamami unszolására. Nekem a hegyi túra tetszett. Szólt közbe vakond Vili. Megmásztam egy nagy hegyet. Én bitangborz elfogását élveztem. Nyávogta macska vanda. Izgi volt, ahogy dalma századossal lépre csaltuk a bűnözőt. Nekem a sok beszélgetést tetszett. Mélázott el nyúl lilla. Köszönjük, Sólyom bácsi. Én a miniszterelnökkel töltött testét szerettem a legjobban. Sziszek te fifika a kígyó és a lányának, Ilcsinek milyen gyönyörű szemei voltak. Ábrándozott Mókus Marci Edamami büszkén nézett körül. Nekem az volt a legjobb, hogy megismertelek benneteket. Lenyűgöztetek a találékonyságotokkal, a figyelmetekkel, a kedvességetekkel. Mondta meghatottan. Remek gyerekek vagytok! Az emlékezés tényleg megkönnyítette az elválást. Összeülelkeztek és elköszöntek egymástól. A barlang előtt már várták őket a szülők, ők pedig boldogan ugrottak édesapjuk, édesanyjuk karjába. Várt rájuk az otthon melege.